Sok szeretettel köszöntöm a Speedzone használt autó bemutató nézőit, és itt vagyunk Győrben, az Eurofleet telephelyén, ahol így magunknak választhatunk autót, amit esetleg meg szeretnénk nektek mutatni, és én kiválasztottam a Volvo XC60-ast, mert ha már SUV-ról nevezzük akárhogy, akár SUV-nak, akár egyéb activity vehicle-nek, mert van többféle marketing elnevezés ezekre, ez az autó az egyik kedvencem nekem is személy szerint ebben a kategóriában. Azért, mert nem az az óriás autó, mint néhányan, tehát amivel már nehéz közlekedni, és mondhatjuk úgy fölöslegesen nagy, ha egyáltalán létezik ilyen, és nem is az a kicsi SUV, ami egy ilyen emelt padlójú kis kategóriás autó, vagy még talán az se, csak formája más, hanem ez pont a kettő között, ez még megmagyarázható méretű, és használható akár városban is. És nem csak én gondolom így, hanem a Volvónak az egyik kedvenc modellje, vannak piacok, ahol ebből a Volvóból adnak el a legtöbbet, nyilván ez nem Magyarország, de ez egy tényleg egy kedvelt autó. 2008-ban a Detroit, és ott 2007-ben a detroiti autószalonban mutatták be, 2008-ban jelent meg, és 2017-ben volt egy váltás, amikor a második generációs kijött. És ez a második generációs, ez nem csak az, hogy más lámpákat tettek rá, mert ugye ezen már tök más formájú ledes lámpák vannak, konkrétan ez ebben a felszereltségben ledes, hanem egy teljesen új, a Volvónak ez a Scalable Product Architecture, vagy SPA platformjára építik. Ugye ez azért scalable, vagy skálázható produkt platform, ami különböző tengelytávokat tesz lehetővé, és erre épült már ez az új autó. Nem mellesleg pedig a Geely korszak terméke már. Ugye Geely tulajdonába került a Volvo, de meghagyták a fejlesztőközpontot Svédországban, ugyanazok a mérnökök dolgoznak rajta, csak a kínaiak tolják bele a pénzt. És ez az autó is a Volvo VEA Engine Architecture motorjára épül. Ugye ez a D4, már mondtam, tehát a 4-hengeres dízel, de sajnos az, hogy 4-hengeres nem is kell hozzátegyem, mert ebben a motorépítési platformban, ami a Volvo használ, minden motor 4-hengeres, még a T8 hibridnek is 4-hengeres a motorja. Ez egy rossz hír, mert sokan elvárják az autótól, hogy több hengeres legyen, hogy kicsit szebb hangja legyen, kulturáltabb járása legyen, és ezt pontosan tudták a Volvónál is, amikor 2013-ban ezt a motort elkezdték fejleszteni, illetve megjelent. Nagyon sok dolgot lehetne mondani erről a dízelmotorról, nagyon korszerű, természetesen az emissziós normák figyelembevételével tervezték, optimalizálták belső súrlódás, belső veszteségeket, minden. Én csak egy dolgot emelnék ki, azt, hogy 190 lóerős, 400 Nm-es nyomatéka van, nagyon széles fordulatszámtartományban, és az egy dolog, amit kiemelnék, az a dupla turbó. De ez a dupla turbó, ez nem úgy dupla, hogy van egy kicsi és egy nagy, amik először ugye a kicsi kezd tölteni, utána a nagy, hanem úgy oldották meg, hogy a két turbó nem együtt dolgozik, hanem a kis fordulaton, körülbelül 3000-es fordulatig csak a kicsi, majd utána egy okos megkerülő levegő rendszerrel kihagyja a kicsit, és utána pedig a nagy tölt. Ez azért jó, mert amikor már elér a motor egy bizonyos fordulatszámot, ahol kipufogó gázmennyiség van, akkor a nagy turbó már meg tudja tölteni, de nincs ott útba a kis turbó, ami torlónyomást, egy plusz nyomást okoz a kipufogónál, és ugye jobb lesz a töltés cseréje, sokkal jobban tud a motor működni. Erősebb és nyomatékosabb tud lenni, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy jobb lesz a kibocsátási normája. Ez az egyik. Egyébként pedig ez a 4-hengeres motor, ez nagyon, nagyon hasonló, és nagyon sok komponensében azonos a benzinmotorral. Pont ez volt a nagy sütés 2013-ban, amikor ez a VEA motorkoncepciót a Volvo megalkotta, hogy például a csapágysor, a csapágylétra, a motortömb, az a benzinesnél meg a dízelnél is egyforma. Ezzel költséget spóroltak, meg hát
ugye minél nagyobb darabszám, annál hamarabb kijönnek a hibák, és ennél a motornál is az elején volt egy-két probléma, de mint ahogy az autónál is, a gyártó hamar rámozdult ezekre, és hamar kijavította. Úgyhogy összességében ez egy tök jó motor, egy nagyon jó dízel motor, és ugye ez nem az a innen átvett, onnan, mi fejlesztettük, ők fejlesztették, stb. Ez egy Volvo fejlesztésű négyhengeres dízel motor. Viszonylag új és korszerű. Nézzük meg egy példajelentést egy ugyanilyen Volvo XC60-asra. Nem ez az autó, csak egy ugyanilyen, amit végig ellenőrzünk. Kilométer óra állása, lopás, ott zöld pipa, de balesetes volt az autó, taxinak nem használták. Belgiumban regisztrálták, és Belgiumban volt sérült. Egyszer, kétszer, és utána Magyarországra került. És akkor szépen végig Magyarországra többször eladásra kínálták, tehát ezt eladásra hozták be ezt az autót. Szerencsére nem volt lopott, azt látjuk. Kilométer óra állása is növekvő, ez is nagyon jó, nem tolattak vele. Úgyhogy nem találtunk problémát itt. Karbantartás is megvolt, és még fényképek is vannak, és a sérülés. Látjuk, hogy Belgiumban volt sérült, körülbelül ilyen 2000 euró környékén volt, tehát nem egy óriási sérülés volt rajta. És az ár, ahogy korábban eladásra kínálták, Magyarországon is 2021-ben, felszereltség, illetve a fényképek az autóról. És még 2021-11. Havi fényképek is vannak. És nézzük tovább az autót. Én úgy látom, hogy gyári fényezésű mindenhol, és nagyon szép. Nagyon szép állapotú. Látszik, hogy nem trágyát hordtak vele. És a belseje is ennek megfelelő. Egy 500 liter körüli csomagtere van, elektromos vonóhorga, amit most nem akarok kibillenteni, de elektromosan kijön egy rendes kerék. Régen mindig mondtuk, ó, csak szükségpótkerék van benne. Most már örülünk a szükségpótkeréknek, mert nagyon sok autó még ez sincs, hanem csak defekt javító készlet van. És amikor az oldala kireped a keréknek, mert rámész egy olyan tuskóra, mint tegnap mi majdnem, ugye Tánya? Amit majdnem nekünk is oda lett a gumi, akkor a defektjavítót azt nagyjából hajadra kenheted, mert egy ekkora repedést a gumin nem fog megcsinálni, de ezt csak így mellékesen jegyezném meg. Átlag csomagtartó ebben a kategóriában, tehát nem extra nagy, és nem is túl kicsi. Kipufogó, kettő, természetesen DPF-es, tök tiszta a kipufogó. Persze tudom a mikrorészecskék, meg a izé, majd mondjátok, de ez olyan dolog, hogy beszélnek ezekről a mikrorészecskékről, ami egyébként is benne van a levegőben, hogy most ebből néhány dízelautótól jön. Na mindegy. Hátsó tér, ugye ez az egyik oka ennek, ami miatt szeretik ezt a kategóriát, hogy fejtér is van, lábtér is van, nagy, és ez a felszereltségi szint a hátsó klímát, tehát négy zónás klíma van, külön állítható. Nagyon szép ez a vajbőr, vagy ez lehet, hogy nem is vajbőr, vagy ez vajbőr? Ezt vajbőrnek mondják, Tánya? És nagyon jó minőségű, de ez tipikusan az, amit a farmer nadrág is megfog, úgyhogy az első ülésen sajnos lehet is látni, valamint itt van egy folt, ez az egyetlen ilyen elszíneződés az egész utastérbe, és nézzétek meg, a küszöbök is tök szépek, nincs lerugdosva, ez van egy jó állapotú kocsi, nincs olyan érzésed, hogy már hárman kihaltak belőle az évtizedek folyamán, 2018-as forgalomba helyezésű második generációs XC60-as. Nézzük meg az elejét! Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Ez az, amiről beszéltem, hogy nem repet meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen befogja a farmer nadrág. Úgyhogy ne farmer nadrágba vegyétek meg ezt az autót, hanem merinói szövetnadrágba, mert az nem fogja be.
És itt visszaköszön a már megszokott belső elrendezés az újkori Volvóknak, ez a kétszínű osztott kormánykerék, ami visszaköszön, az érintő képernyős középkonzol. Látjuk, hogy nem az a kristály design, vagy kristályos, mint a Inscription modellbe, ez nem is az Inscription felszereltségi szint, de azért, ahogy Pista barátom mondaná, nincs szegény szag, nagyon jó érzés itt belül menni, ülni, nézni, és nem kopottak a dolgok. Szép ez az egész. Tánya, szerinted is szép? Tánya azt mondja, ezt off-ra teszem. Szóval próbáljuk ki, remélem, hogy a mikrofonokban meg tudom nektek mutatni, hogy kultúr ez a 4-hengeres motor. Tudták, hogy hiányozni fog egyeseknek a 6-hengeres motor ebből, pláne az XC90-esből, de nagyon kultúr. Úgyhogy induljunk. Én tudom, hogy kényes a világos belső, pláne gyerekesekkel, neveletlen gyerekkel, de annyira más beülni egy ilyen világos belsőjű autóba, nem olyan nyomasztó, mint a feketén, és ez a start-stop gomb ez elforgatós, mint a legtöbb Volvo-ba. Én mindig nyomni szoktam először, és akkor jövök rá, hogy ez az elforgatós gomb. Úgyhogy most menjünk a próbaútra. Hideg a motor, most indítottuk be, ugye itt áll már régóta. Igazán nincs az a jellegzetes morgó dízel hangja itt bent. 190 lóerő, 400 Nm, nagyon jól viszi ezt a nem túl könnyű bódét, de majd mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent összességében. Aisin váltó van benne, automata váltó, 8 fokozatú, úgy emlékszem, de majd mindjárt kiderül. Szépen teszi a fokozatokat. Szokott ezzel a váltóval probléma lenni, főleg ilyen szoftveres probléma érdekes módon, de azért már mindenre lehet találni itthon is embert, aki megoldja. Szép hangja van, szépen megy, nem nyomtam padlót, hideg még a motor, szeretném, hogy egy picit melegedjen. Kicsi a gördülési zaj, téli gumik vannak rajta, és nem érződik igazán nagynak, meg nehéznek ez az autó, nem csodálkozom, hogy kedvelik. Műszerfal TFT, tehát virtuális műszerfal, de nagyon sok funkció elérhető, és különböző grafikák megjeleníthetők rajta, ami szokott lenni. Én kedvelem a Volvónak ezt a középkonzolát, ezt az érintős, oldalra görgetős középkonzol, mert könnyen kezelhető, picit darabos néha, kicsit így beakad, de ez még pont a fájdalom határ, a fájdalom küszöbön belül van, annyira nem problémás. Gyorsan melegszik, már majdnem üzemi hőfokon van, pedig nem jöttünk hosszút, és nem is terheltük a motort. Itt nekem felkiáltó jelet teszve, hogy alacsony az üzemanyag szint, hamar ki fog fogyni. Tánya, segítesz visszatolni, ha elfogy az üzemanyag? Így számíthatok rá. A prémium AZ Meister táj lekenőanyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister táj lekenőanyagok az Onix autótól. Tényleg, nem mondtam már az árát? 13 millió forint, 105 ezer kilométerrel. Jól rugózik, nincs semmi futóműkopogása. 105 ezer kilométer ennek a motornak azt gondolom, hogy nem sok. Ugye 2018-as gyerekbetegségek már kiküszöbölve rajta. Nekem ez az autó tetszik a formája, tetszik a belseje. Ez a tipikus belső, hogy nincs túl dizájnolva, de azért ezek az ismétlődő elemek, ezek az ismétlődő formák, ezek olyan jó. Nem ez a top felszereltségi szint, most nem tudom ennek a felszereltségi szintjét egész pontosan, hogy nevezik, de
hiányzik belőle a sávtartó, a holtérfigyelő, és még néhány ilyen apróság, ami nem is biztos, hogy mindenkinek kell. De érzésre eléggé újszerű az autó. Teljesen korrekt. Nincs rossz hangja ennek a motornak. Négy hengeres motor soha nem lesz olyan hangú, mint a hat hengeres, de ez azért rendben van. Egyébként ez az Aizen automata, csak hogy még mondjak róla valamit. Az első, a világ első 8 fokozatú automatája, amit keresztbe rakható motorhoz lehetett tenni. Méreteiben nem nagyobb, mint a 6 fokozatú, mert átvariálták teljesen a belsejét, és az világ első 8 fokozatú automata váltója volt, ami keresztben levő motorhoz illeszthető. Ez is egy érdekesség az autónak. Ez a kocsi rendben van. Még meg szeretném nézni, hogy alkatrészekben hogy állunk ezzel. Unix autó alkatrész áruháznál. Válasszak modellt. Örömmel választok modellt. XC60. Motor. 2 liter dízel. Oké. Évjárat 2018. Szintén oké. Igen, ez a 190 lóerős változat, második generációs D4-es. A kedvencem a felfüggesztés. A magyar utakon mindig tönkre megy lengőkar és alkatrészei. Rögtön egy első lengőkar. Lempfördel, gyári minőség 23 000. Első halcsont lengőkar, vagy hogy szokták ezt hívni. Szidemből 52 000, de a lényeg, hogy van. És most nézzük meg a féket. Féktárcsa. Nézzük meg a féket. Ate féktárcsa. Első kerékre 60 000 forint, hátsóra 44 000. Textár előre 72. Brembo 46. TRV 62 előre. Van sok után gyártott alkatrész hozzá. Ez jó pont annak, aki meg akar vásárolni egy használt autót. Összességében ez egy nagyon szép állapotú autó. Szerintem az XC60-as egy nagyon jó kompromisszum méretben, és én nem félnék ettől a D4-es motortól. Alig láttunk rajta valami használati nyomot, tehát tényleg tök szép állapotú ez az autó, hát 13 millió, ami elsőre hangzik csak soknak, de ha megnézi az ember az új autóárakat, kicsit bővítve a felszereltséglistát, hamar beleszalad a 10-11 millióba, ahhoz képest viszont jó. Nekem tetszik a motorhangja is, ez egy rendben lévő autó, szerintem. Ugye, Tánya? A szín nagyon jó. Belül is jó a szín, és a Tanyának ez is nagyon tetszik. Itt egy kis svéd zászló van. Hol van az ülésem. Svéd zászló az ülés. Ezek az apró fricskák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jót autóztunk az XC60-assal. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és hogyha tetszik a videó, akkor ne legyetek lusták megnyomni a like gombot, mert annak nagyon örülünk. Köszönjük szépen. Sziasztok!